Konkrétan a végkielégítések kifizetéséről van szó, ugyanis az illetékesek ezt a tételt kifelejtették a köztársasági költségvetésből, még annak módosítása után is. Ezért a vajdasági tanügyi dolgozók a köztársaság más vidékein tanító kollégáikhoz viszonyítva hátrányos helyzetbe kerültek. Ennek az egész dolognak a második omnibus törvény, illetve a hatásköri törvény áll a hátterében, ahol ez az illetékessége a tartománynak, hogy pénzelje a végkielégítését a nyugdíjba vonulóknak, illetve a műszaki fölöslegeknek, ez átkerült vissza a köztársasághoz. És ilyen tekintetben a köztársaság úgy látszik, hogy ezt függetlenül attól, hogy ez igazából az ő térnyerésük volt azokban a tárgyalásokban, ezt nem jól kezeli ezt a helyzetet, és úgy viselkedik továbbra is, mint ahogy az a 2009-et megelőző időszakban történt, illetve hogy ezt a tartománynak kellene kifinanszírozni. A végkielégítések kifizetése Szerbia más részeiben már folyamatban van, de hogy erre Vajdaságban mikor kerülhet sor, ma senki se tudja megmondani. Ebből a szempontból hát ugye nagyon meglepetten állunk ez a helyzet előtt, hogy minden évben újra-újra figyelmeztetni kell az illetékes szerveket, hogy ne feledkezzenek meg a vajdasági oktatásban dolgozókról, ugyanis fönntarthatatlan az a különbség és megkülönböztetés igazából, ami a tartományi tanítók, tanárok és a szűkebb Szerbiában, hogy így mondjuk, dolgozó oktatási munkásoknak a végkielégítési helyzetét illeti. A helyzet mielőbbi rendezése érdekében a tartományi titkárság a köztársasági oktatási, valamint pénzügyminisztériummal folyamatosan tárgyal.